Nekem gyakorlatilag egyébként két szezonom volt. Volt egy 2020/1, meg per 1/2. Az első fele jobban ment, én azért januárban jó formában voltam, és ez látszott, és utána viszont valahogy nem igazán találtam a ritmust, de bízom benne, hogy a 21 jobb lesz. Engem inkább az motivál, hogy évelején volt egy jó eredményem, és tudom, hogy képes vagyok jó szereplésre, illetve ugye 2019-ben a dobogón végeztem, és úgy gondolom, hogy képes vagyok a dobogón végezni a következő évben valamikor, években valamikor, akár 21-ben. Egyébként elég jól szervezett volt a magyar körverseny, és elég sok jó csapat volt, úgyhogy igazából élmény volt versenyezni, főleg hát ugye a hazai közönség miatt, meg a hazai terep miatt. Első éves profi vagyok, tehát hogy igazából szeretnék sokat tanulni. Úgy gondolom, hogy a legjobb helyen vagyok ehhez képest, illetve élvezni azt, amit csinálok. És azt hiszem, hogy nagyon jó úton haladok e felé. Egy nagyon jó prokonti sornak vagyok a tagja most, és el szeretném végezni azokat a feladatokat, amiket rám bíznak. Úgy gondolom, hogy ez egy elég nívós megmérettetés lesz ebben az időpontban. Nagyon sokan fognak World Tour csapatok jönni, mint ugye, ahogy már bejelentettek párat. Meglátjuk, hogy milyen felállásban érkeznek majd ide a komolyabb csapatok, de mindenképp jóval színvonalasabb és jóval erősebb verseny, mint 2-3 évvel ezelőtt.